Miket szenzációs három hetet töltöttek Tájföldön az Irigy Hónaj Mirigy tagjai? A Sipos tesók, Peti és Tomi, valamint Pap Feri a családtagjaikkal jártak a meseszép Phuket szigetén, de egy másik Gyöngyszemet, Krabit és környékét, az ottani, képes lapokra élő csodálatos tengerparti szakaszokat is bebarangolták. Már a Mirigyek nem a tipikus turista helyeket látogatták meg, azért néhány kötelező programon részt vettek. Például voltak olyan vadasparkban, ahol nyugdíjas elefántokat lehet simogatni és fürdetni, de buddhista kegyhelyekre is betértek, valamint hajókiránduláson is jártak. Jó pofa volt, amikor megkaparintottam a kapitány telefonját, majd a YouTube-ról elkezdtem mixelni a zenét. A hajón lévő magyarok ugrottak, még a táj személyzet elkerekedett szemmel nézett, főleg, amikor fölcsendült Zámbó Jimmy hangja. Összekacsítottak, mert az 1974-es film ugyebár jó részt Tájföldön játszódik, mesélte nevetve Tomi. Az énekes gitáros testvérbátyja többször is életveszélybe került a nyaralás során. Tájföldön ugyanis európai szemmel nézve meglehetősen kaotikus az utcai forgalom, ráadásul baloldali közlekedés van, ami Pöti bizony gyakran megzavarta. Naponta legalább 5-ször rántottak vissza a dudáló autók elől az útról, mert mindig rossz felé néztem az úttesten, állta el az IHM osztályos tagja, aki számára a legemlékezetesebb az volt, amikor megkóstolta a világ legbüdösebb és valószínűleg legdrágább gyümölcsét, a duriánt. Erről az igyenségről tudni kell, hogy furcsa, jellegzetesen rothadó szaga miatt minden szállodából, repülőről, nyilvános helyről ki van tiltva. Az íze is hasonló, mintha egyszerre ennél, hagymát, banánt, magót és pudingot. De pénzt azért nem adnék újra érte, pláne ennyit nem, ugyanis egy kisebb kóstoló olyan 1500 forintnak megfelelő helyi valutába került. Viszont az vele, hogy a hiedelmek szerint a gyümölcs fogyasztása után legalább egy napig nem lehet alkoholt fogyasztani, mert mérgező. Na, de kérem, alkoholt nem fogyasztani egy nyaraláson, főleg, ha ilyen jó társaságban van az ember.